Hello, srácok! Azért jelentkezek ebből az autóból, bár a T3-asról lesz szó, mert a kempingbusz nem működik. Történt is egy hónappal ezelőtt, mikor kb. Utoljára raktam fel videót. Várjatok, ezt látnotok kell. Mikor csak egyenesen lehet nem menni az meg innen a fórumba, de azért befordulnak balra. Csodálatos. Na szóval a T3-as nem működik. Kb. Egy hónappal ezelőtt egyik nap délelőtt és reggel még működött, indítható volt, szépen ment, aztán már délután elfordítottam a kulcsot, és se kép, se hang. Na most az, hogy az akkumulátor le legyen merülve, azt azért nem gondolnám, mert egy egyéves akkumulátor, bár mondjuk, hogyha rossz az elektromos rendszer a T3-asnak, amiről ugye nem tudok, az leszívhatja. Hát igazából annyira hülye voltam, hogy meg se néztem az akkumulátort, mert nem gondoltam, hogy egy egyéves fasz a kis Bosch akkumulátor csak úgy fogja és ripszoropra lemerül, bár mondjuk az meg... Na mindegy, így utólag hülye vagyok, mert fogtam, és akkor önindítót leszereltem, elvittem egy autóelektromos szervizbe, ahova járunk, ugye, ott szépen rátették egy akkumulátorra, próbálták, és tökéletesen működik, úgyhogy vissza kéne szerelni, de egy hónap alatt egyetlen egyszer sem jutott annyi időm, hogy meg már most későn is sötétedik, hogy mikor a telepre visszaérek, akkor... Öpp egy büfi, hogy bocsi, ez kijött. Tehát, hogy visszaszereljem az önindítót, és kéne vennem egy multiméter, rájöttem most már, hogy az még kurvára hiányzik a szerszám repertoárból, mert akkor mondjuk meg tudtam volna nézni, hogy az akkumulátornak van-e valami töltöttségi problémája, és akkor nem égetném magamat. Na mindegy! Így annál érdekesebb. Legalább megtanultam önindítót leszerelni T3-as transporterből. És legalább levizsgázott az ajtó, az a kis csapóajtó, amit csináltam a motortér felé, hogy hát igenis jól sikerült, mert hozzá tudtam férni az önindítóhoz, amit ráadásul be kell feküdni, mert ahogy van bent a motor a motortérbe, ez a váltó felett ott ugye a túloldalán van a motortérnek, és így egy kicsit oda be kell nyújtózni, hogy hozzáférjél a csavarokhoz. Azt hiszem 17-es villás kulcsra van szükség, hogy a két nagy, kb. Ilyen hosszú csavart kivedd a tömbből, és akkor le tud oldani az önindítót. Arra még figyelni kell nagyon a visszaszerelésnél, hogy a kuplungja ugye hidraulikus a T3-as transporternek, és a munkahengerje egy ilyen L-alakú vasra van felszerelve, és azt össze kell csavarozni, tehát összefogja az önindítónak a felfogató csavarja. Azt, hogyha nem teszitek a helyére, akkor nem fog működni. Vagy elhajolhatott a munkahengernél a kar, és akkor nem lesz kuplung. Ami, hát maradjunk annyiba, hogy rendkívül szar helyzetet okoz. Igen, és kb. Ez a helyzet, úgyhogy majd valamikor hozzáfűzök ehhez a videóhoz egy szerelős videót, ami visszaszerelem az önindítót, és rájövök, hogy szar az akkumulátor. Bárcsak az lenne. Kb. Ennyi. Úgyhogy ezért nem volt most az utóbbi időben T3-os videó, mert szegény működésképtelen, és ennek az oka én vagyok. Ja. De láttam most egy jó dolgot valamelyik nap, egy kb. Egy éves X5-ös BMW-t, egy valószínűleg 3000-es gázolajos agregáttal ellátott változatot. Három ember tolta, képzeljétek el, és én nagyon jó indulaton megkérdeztem, hogy basszod, ez az új biodízel? És így mondták, hogy a kurva anyádat. Igen. Ennyit tudtam megint összehozni saját kútfőből poént. Úgyhogy ez van.
itt kb. Be is fejeződik a dolog, mert nem tudok tovább miről beszélni, pedig én kurva sokat tudok beszélni a semmiről is, úgyhogy sziasztok. Ja, és hogyha tetszik a videó, tetszik ez a sok fasság, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel a csatornára, meg lájkoljátok a videókat, hogy amúgy tudjátok, azt csináltok, amíg akartak, pont leszarom, mert én ezt azért csinálom, mert élvezem. Na puszi mindenkinek!